E aí Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az M-Store csatornán, az én nevem Zsolt. Jó tudjuk, hogy a Xiaomi lényegében három márkával képviselteti magát a piacon. Van maga a Xiaomi, a Redmi, valamint a Poco. Mindegyik más-más célközönséget szolgál ki. A Xiaomi általában a felsőbb kategóriás készülékeket dobja piacra, a Redmi-nél a fiatalok, a poco pedig a szűkebb pénzszerszával rendelkezők vannak célkeresztben, de talán a Redmi és a Poco ilyen téren valamennyire azért mégiscsak megegyezik egymással. A Poco pedig mindig is arról volt híres, hogy a konkurenseknél sokkal kedvezőbb Kínálta, ugyanazt vagy hasonló hardvert. A legújabb hozzánk megérkező készülék pedig nem csak ígéret, hanem bizonyíték is erre, hiszen a Poco X5 Pro remek kijelzővel, villámgyors hardverrel, rel szélsebes töltéssel, valamint remek funkcionitással kecsegtet, és ehhez képest még az ára is abszolút kedvező. A Poco X5 pro a dobozából sem hagyta ki a legszükségesebb tartozékokat a Xiaomi, többek között találunk használati leírást, szintűt, egy tokot, hogy védjük a gyönyörű hátlapot, emellett pedig még egy USB-C kábellel, valamint egy 67 wattos adapterrel is megörventeztet a gyártó, ráadásul még a kijelzőn is találunk külön előlapi fóliát, hogy ezt se kelljen külön beszerezni, azért ezek elég jó hírek, akárhogy is nézzük. Maga a készülék pedig Kecsesnek mondható, hiszen 162,9x76x 7,9 mm és 181 g nyom, tehát az átlagosnál egy kicsit könnyebb és vékonyabb, ezáltal jobban kezelhető. IP53-as minősítést kapott, tehát cseppálló, de nem vízálló és nem porálló, Ellenben az jó hír, hogy a sztereó hangzással rendelkezik, hiszen nem csak az alján, hanem a tetején is van hangszóró, kamerán keresztül nagyjából ilyen hangminőségre képes. Sőt, ritkaság számba megy, de az audio élményt azt a 3,5 mm jack csatlakozó helyezi még magasabb szintre, szóval a klasszikus kábeles megoldásokat kedvelők is megtalálják majd a számításaikat a készülékben. Alul van még egy tárca, amire két darab nanoszimet lehet helyezni, plusz egy USB-C csatlakozó, felül pedig egy infrát is találunk, hogy más eszközöket tudjunk vezérelni a készülékkel. Jobb oldalra került a hangerőszabályozó billentyű, valamint a bekapcsoló Hátul ott van a kamerasziget, újra nyomott olvasott gyors működéssel, precíz, biztonságos megoldás ez. Maga a képernyő pedig 6,67 incses, 120 Hz-es, Full HD plusz felvontású és egy milliárd színány alatt képes, Dolby Vision támogatással rendelkező AMOLED panel, tényleg egy felső kategóriás képernyőről beszélünk, remek betekintési szögekkel, kiváló színekkel, és ráadásul sík kivitellel, szóval nincs is hajlítva a szélek felé, fölül pedig van egy aprócska előlapi kamera, méghozzá 16 megapixeles felvontással. Valóban ez a pakki teljes ebben a kategóriában tartalmafogyasztása maximálisan alkalmas. Ráadásul a hardware is már egy jól ismert megoldás, hiszen Snapdragon 778G dübörög legbelül, ami egyrésztről jó teljesítményeképes, képes, másrésztről pedig nem melegszik, főleg annak köszönhetően a 8 x 250 gb os kivitelben kapható az m szorokban lpddr LPDDR4X RAM és UFS 2.2-es tárhely, sok memória, nagy tárhely, ez már eleve jó hír, az Adreno 642L grafikus gyorsító pedig a középkategóriás játékokkal, ahogy látszik a benchmark teszteken lazán elbánik, a nagyobb, erősebb, komolyabb grafikával a rendelkező játékokat pedig elfuttatja, de azért nem erre készült a telefon, ez is biztos. Miúj 14 felület és Android 12 operációs rendszer dolgozik a telefonon, méghozzá remek tesezhatósággal tényleg mindent kirakatunk, vidgetektől kezdve különböző gyorsbeáltási ikonokig, van Google hírolvasó, felülről le tudjuk húzni az értesítési felületet, vagy akár a menübe is léphetünk, ami lehet alkalmazáslistás, vagy a klasszikus keresőt is itt elérhetjük bármikor. A beállításoknál pedig legfelül az Always on Display funkció és képernyőzárat találjuk, amit be tudunk kapcsolni, és különböző animációkat is hozzátársítatunk, értesítési hatásokra gondolok éppen. A kijelzőnél pedig van sötét mód, vagy éppen világos mód, fényerőszint, olvasó mód, a frissítési frekvencia pedig vagy manuálisan 60 és 120 Hz között állítható, vagy pedig alapértelmezetre állíthatjuk. A hangoknál és rezgéseknél pedig a rezgőmotornál a haptikus visszajelzést is megkapta a készülék, tehát jobban érezhetők a különböző rezgések. Az értesítések és irányító központnál az irányító központnak a stílusa lehet újabb vagy régebbi, konfigurálható az állapot sor, visszalépve pedig még a kezdőképernyő az izgalmas, ahol a rendszervezérlés láthatjuk. Ez történhet kézmozdulatokkal, vagy éppen gombok segítségével is, talán a gesztusok már egy kicsit jobban használható megoldás. Vannak háttérképek, témák, hogy a újlenyomott olvasónál megtaláljuk az alapú felismerést is, például ami kettődés, tehát gyors, de kevésbé biztonságos. Ha pedig lejjebb görgetünk, akkor a további váltásoknál akár az egykezes használatot is konfigurálhatjuk, ilyenkor lehúzzuk az újunkat középen, és kisebb lesz a képernyő, könnyebben kezelhető, van memóriabővítmény bővítmény, virtuálisan hozzá tud adni a rendszer a rendes RAM-hoz a háttértárból, ami pedig még érdekesség, az a pulzus szám, nem úgy lenyomtatóvason keresztül történik mindez, mint a Sami 14 sorozatnál, hanem a hátlabi kamerának a segítségével a végeredmény közepesen jó, a használható. Van néhány alkalmazás, is ilyen a biztonság, ahol a különböző háttérben lévő alkalmazásoktól vagy programoktól, esetleg fájloktól tudunk megszabadulni. Időjárás alkalmazás, Galéria, Google szolgáltatások valamint itt van még a mi is, aminek a segítségével különböző eszközöket tudunk vezérelni. A rendszer stabilitás szempontjából tényleg meggyőzően jó, gyorsnak is mondható, a hardware pedig szerencsére valóban nem melegszik még komolyabb terhelés esetén sem. A kamerás felhozatal is elég jó, hiszen van egy 108 megapixeles főegységünk, emelé jár még egy 8 megapixeles, méghozzá 120 fokos nagylátószögű egység, valamint egy 2 megapixeles makrólencse is a 4K 30 FPS videó pedig a maximumok, tehát itt 60 FPS nincsen. A kamera szoftver pedig könnyedén kezelhető és jól használható, a lencsék között lehet váltani legalul, fölül pedig van HDR, mesterséges intelligencia, a három vonal mögött pedig különböző beállítások, makromód, rácsonalazás. Lejjebb tekintve a különböző üzemmódokat láthatjuk, ilyen a videó, amit mondtam, 4K 30 FPS a maximum, van professzionális, tehát be tudjuk állítani a záridőt, az expozíciót, vagy éppen bármilyen mást. A több módnál pedig különböző lehetőségeink kínálkoznak arra, hogy látványosabb felvételeket készítsünk. A három vonalra, valamint a beltások vagy csavarkulcs ikonra bökve pedig már is láthatjuk a vízjelezést, a, a képminőségállítást és még számos más, például a zárhangot vagy éppen a helyinformáció mentéseket is. Érdemes ezeket először átnézni és aztán pedig beállítani a megfelelőket, amire szükség lehet. De lássuk a képeket. Én mindig egymás után szoktam rakni a normál és a nagy felvételeket, pont azért, hogy látszódjon a különbség mind minőségben, mind pedig magában a látószögben. A normál felvételek 108 megapixeles felvontású lencsével tényleg nagyon jók, és hát nyilván a Pixel pixelbillingnek köszönhetően kisebb lesz felvontás tekintetében a végeredmény, de jobb a részletesség és a dinamika tartomány. Tényleg jó felvételeket lő a Poco X5 Pro, nem még neki a részletek, nincsen kromatikus aberráció sem, és a nagy is az a helyzet, hogy sokkal látványosabbak ezek a képek. Más kérdés, hogy persze ilyenkor némileg már torzulnak a sarkok, de ez benne van a pakliban, főleg egy ilyen szenzornál, szerintem nappal teljes mértékig helytáll a Poco X5 Pro. A makrokamera pedig a 2 megapixel miatt azért nagyon látványos felvételekre nem képes, de azért néha lehet ezt is használni, hiszen közeli fotózásra alkalmas a készülék. Éjszaka leginkább a normál, a kamera az, ami jól használható, nyilván több fényt tud beereszteni, ezen kívül jobb a dinamika és a fehér egyensúlya is. Összességében tényleg jól eltalálja az algoritmus, hogy mit kellene lefotózni és milyen minőségben kell ezt megtenni. A nagy látószögű kameránál már kell a fény ahhoz, hogy ezek a felvételek jók legyenek, hogyha sötétben fotózunk, akkor sötétebbek is lesznek ezek a fotók. Ennek köszönhetően nyilván azért meg kell határozni, hogy meddig fogjuk használni ezt a szerencsét. A makrófotózás viszont inkább hanyagoljuk nappalra. Videók tekintetében a nappali videók nagyon jók, mivel van elektronikus stabilizáció, 4K 30 fps-ben is nyugodtan mozgathatjuk ide-oda a kamerát, e, akkor is jók lesznek a felvételek, és éjszaka is az a helyzet, hogy bár nyilván nem érje el a felső kategóriát a készülék, nem is kerül messze annyiba, szóval ha valaki éjszaka veszi elő, akkor is bátran tud videózni vele. Akkor sem kell megijedni, hogy esetleg már merülne a telefon a sok fotózás vagy éppen műgészés során, mivel az 5000 mAh-ra kapcsolású akkumulátor egyrésztről lazán kibírja egy-másfél napig, ha pedig tölteni kell, akkor a mellé kábel és töltőfej segítségével akár 67 wattal is ezethetjük, ami a remek sebesség, és ebben a kategóriában még mindig ritkaság számba megy, szóval gyorsan föl lehet tölteni a készüléket, és adatkommunikációs szempontból sem lehet azt mondani, hogy bármi hiányt érezhetne a felhasználó, mivel van 5G, dual SIM, NFC érintésmentes fizetés, Bluetooth 5.2, GPS, Wi-Fi, tehát mindent megkapunk, amire csak szükségünk lehet a mindennapokban. A Poco X5 Pro tehát egy remek árértékarányú készülék, tényleg nagyon szép, felső kategóriás kijelző, rendelkezik, korrekt a hardware, jó fényképeket lehet készíteni, pláne nappal vele, és gyorsan is töltető, szóval ennyi pénzért alig ha várhatnánk ennél többet. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett a videó, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, kövessetek a különböző közösségi oldalakon is, sziasztok!